Az arc az egész test reflexiós felülete. Rengeteg minden történik velünk egy nap során, és rengeteg minden történik egy éjszaka folyamán. Ezért reggel, amikor elkezdjük a szépségápolást, akkor magunkat középpontba kell helyezni. Az első feladatunk az, hogy megtisztítjuk a bőrünket, majd permettel hidratáljuk, és arcolajat használunk. Akkor is, hogyha ez furcsának tűnik, az arcolajban vannak azok a hatóanyagok, amik a sejteket új életre hívják. Sokan azt gondolják, hogy a kozmetikumot csak így fel kell kenni a bőrükre, és ez elegendő. De ennél sokkal többet lehet tenni a bőrödért, és a szépségedért, és a bőröd rugalmasságáért. Nevezetesen azt, hogy reggelente átmasszírozod az arcodat. Átmasszírozod, és azokat az ödémákat, puffadásokat, fáradtságokat kimasszírozod a bőrödből. A nyirokáramlás irányában haladunk a masszás során. Először átmasszírozzuk a nyakunkat alaposan, ezáltal is segítve a méreganyagok kiürülését. Majd az arcot szépen átmasszírozzuk kifele a fül irányába, a homlokot halántéktól halántékig, és nem feledkezünk meg a szem körüli területről. A szem sokszor, főleg 30-40-es évek után ödémás. Ez lehet a nem megfelelő táplálkozásból, vagy olyan érzelmi dolgok értek téged, ami puffadást okozott a szem körül, ezt mindig ki kell masszírozni. Azért kell kimasszírozni, hogy ne alakuljanak ki táskák, mert ha sokáig így marad, akkor úgy is marad, a szem körül táskák megmaradnak. Tehát szépen alaposan kimasszírozzuk a szem környékét, és addig masszírozzuk, amíg ezek a duzzanatok el nem tűnnek. Ennek vannak különböző technikái, pontokat, speciális pontokat nyomogatunk a masszírozás során, és bizony sokszor szokták kérdezni tőlem, hogy te tényleg 5 percet is szentelsz az arcmasszázsra minden nap? És erre azt szoktam válaszolni, igen, 5 percet is szentelek, mert ahogy telnek az évek, természetesen amíg fiatal vagy, addig feszes a bőröd, és ahogy eltelnek az évek, akár 40-50 éves vagy, akkor már a bőröd egy más tükröt mutat, és segítem az áramlást, ezáltal a bőr rugalmasságát, feszességét támogatom meg. Nagyon fontos az, hogy hidratáljuk a testünket. A bőrt úgy lehet a legjobban hidratálni, hogyha a testünk is hidratált, és erre nagyon jó a herbateja, de kiváló a macsa teja is. A macsa az teli van klorofillal. A klorofill az a növény számára olyan, mint a vér. És amikor mi ezt megisszuk, akkor olyan, mintha vérátömlesztést kapnánk. Felfrissülünk, energiával telítődünk, és a macsának van még egy nagyon különleges hatása. Nem hirtelen viszi fel az energiánkat, hanem 3-4 óra alatt, és nagyon szép az íve. Tehát ilyen puhán tart bennünket, dinamikusan, energikusan. Ezért javaslom a macsa teját a reggeli rituáléba beépíteni.